Határozatképesnek bizonyult a közgyűlés pénteken, így délelőtt megkezdődhetett az októberi tanácskozás. Az első napirendi pont az EON beszámolója volt, amely Győr villamosenergia rendszerének helyzetét és a fejlesztéseit tartalmazta. A képviselők közül sokan kifogásolták a szolgáltató munkáját, szerintük ugyanis nem egyszer a hiba elhárítás körül problémák adódnak, nem történik előrelépés számos esetben. Tóth Csaba, a társaság régió vezetője szerint ebben a Wilkor Kft. Is felelős. Borkai Zsolt viszont úgy reagált, hogy a győri cég csak az aktív elemekért felel, a gondok azonban a passzív elemeket érintik, melyek az energiaszolgáltatóhoz tartoznak. A probléma mindig ebből fakad, hiszen amikor azt látjuk, hogy egy úgy szakaszon nem egy világító testemény, hanem 10-15-20 világító test, akkor nem hiszem, hogy az aktív elemek a hibáját jelzi, hanem az valamiféle más problémát okoz, ami egyébként az EON-nak a tulajdonában. Tehát ezt gondolom, elvetette ki a képviselőtársam, hogy így gondolhatnak is, hogy ami az EON tulajdonában lévő dolog, abban nem történik meg időn belül, hogy a vitás hosszú ideig tart, hogy éppen nem is foglalkoznak az ügyfélszolgálatok azzal, hogy egyébként ezt a problémát megoldják. A következő napirendi pontokban gyors döntések születtek. A közgyűlés teljes egyetértésben döntött a fogyatékosok átmeneti gondozóházának vezetőjéről, valamint további 5 év bizalmat szavaztak 10 óvoda vezetőnek is. Szó esett ugyanakkor arról is, hogy az iparűzési adóból idén várhatóan 1,2 milliárd forinttal kevesebb folyik be a város kasszájába, így a költségvetés egyensúlyának biztosítása okán a kiadási oldal is csökken, ez pedig néhány beruházást is érint. Kiderült az is, hogy a győri fedett úszoda építése az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Győr Projekt Kft. Által az állam finanszírozásában valósul meg. A társaság egyébként 62 millió forintos támogatást kap az önkormányzattól a 2017-es ifjúsági olimpia megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztési, bonyolítói feladatok ellátására. A 12. napi rendi pont alapján a Győrszól törzs tőkéjét 109 millió forinttal megemelték, ez az újvárosi rehabilitáció miatt volt szükséges. 5 új utcanevet is elfogadtak a képviselők, és döntöttek annak az uniós pályázatnak a benyújtásáról is, amely sikeres elbírálás esetén 30 hibrid autóbusz beszerzéséhez segítené hozzá a várost. A projekt várható összköltsége valamivel több mint 11 milliárd forint, ebből az önrész 600 millió forint lenne.